Hallihó, sziasztok, üdv a csatornán! Nem kell mindig kaviár, azaz nem kell mindig hús, úgyhogy most egy hús nélküli tészta verziót fogok elkészíteni, mégpedig brokkolival, amit egyébként annyira nem kedvelek, viszont vannak olyan verziók, például az alaposan lepirítottak, amelyek igazán jók és tésztával meg tényleg jól működnek, úgyhogy mutatom, hogy hogy készül. A brokkolit először rózsáira szedem, majd blansírozom, körülbelül 1-1,5 percig van a forró vízben, aztán kiveszem, leszűröm és hagyom kihűlni. 2 gereszt fokhagymát apró szeletkékre vágok. Olívaolaj, a teljes mennyiség nagyjából fele. Ezt elkezdem melegíteni, elkezdem hevíteni, majd beledobom a fokhagymát. És hogy nehogy adakapjon, hamarosan megy bele a már kihűlt és blansírozott brokkoli is. Együtt gyönyörűen szépen átforgatom, megpirítom őket. Azért, hogy nagyjából egyszerre készüljön el minden, fölteszem a tészta főzőlevét is melegedni, sózom, majd amikor felforrt a víz, mehet bele a tészta, ízlésfüggő, igényfüggő, hogy mennyit főzünk, tök mindegy. Ez a mennyiséghez, tehát nagyjából egy ilyen 300 g brokkolihoz, én nagyjából ugyanannyi, vagy egy picivel kisebb mennyiségű tésztát fogok hozzá. Nagyjából egy 5 perc sütögetés követően megy bele zöld bors is, mégpedig konzerv változatban, és ebből megy a levéből is egy pici hozzá, sőt, az időközben föltett tészta főzőlevéből is teszek hozzá, mert kell. Amint a tészta megfőtt és elérte az al dente állapotot, fogom, leszűröm, a vizéből, a főzővizéből egy picit megtartok, és a tésztát beleborítom a brokkolis keverékbe, majd ha szükség van rá, teszek még rá egy pici főzőlevet, parmezánt teszek rá, az egészet összefoglatom, és kész is vagyunk, gyakorlatilag negyed óra sem telt el, és van egy tökéletes tésztánk, igazából azt gondolom, hogy nem teljesen nyári kaja, ízeiben, hangulatában inkább egy ilyen hideg estére való, de bármikor lehet tenni, imádnivaló, gyorsan elkészül, nem kell hozzá túl sok minden, úgyhogy nyugodtan kóstoljátok, megpróbáljátok ki ti is, és kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ha tetszett a videó, akkor déci dobjatok egy lájkot, sőt, iratkozzatok fel, mert abból tudom, hogy jó az irány, amerre haladunk, úgyhogy remélem, hogy találkozunk még. Sziasztok! Folytatódik a pikpak receptek is, meg minden más.